Az úgynevezett zöld láng kísérletet fogjuk megnézni. Kémcsőnkben szilárd borssal van, lehet látni, hogy szilárd fehér kristály. Ehhez fogunk tölteni metanolt, metilalkoholt. A metilalkoholról tudjuk, hogy mérgező vakságot, illetve halált is okozhat. Beletöltjük a metilalkoholt, visszacsavarjuk a dugóját, kicsit metánzol, és utána tömény kénsavat fogunk csepegtetni. A tömény kénsav hatására dehidratálja a rendszert, és a borsav, illetve a metanol észterképződés folyamatába kezd. Ez az észter, aztán utána, ez a borsav észter jelen van. És nézzük meg akkor, hogy meggyújtjuk a borszeszélyt, és elkezdjük melegíteni. Melegítés hatására forrásba indul a rendszer. És melegíteni mindig úgy szoktunk egyébként, hogy a kémcső felső harmadára helyezzük magát a kémcsőfogót, de most mivel majd más egyéb, tehát meg is gyújtjuk a rendszert, ezért kicsit lejjebb teszem. A gőzök most már elkezdenek, ugye, elhagyják a rendszert, és már föl-föl villan lehet látni zöld lábbal. És íme most már zöld lánggal ég. A lángfestésnél ugye az jellegzetes, hogy az egyes atomok, itt jelen esetben a bor, a kis, mint minden más atomnak megfelelő atompályai vannak, amelyek meghatározott energia lépésenként ugranak fel az elektronok. Hogyha hővel gerjesztjük az atompályát, följebb ugrik a gerjesztett pályára az elektron, és amikor megszűnik a gerjesztés, akkor visszakerül az alapállapotba, és közben fotonokat bocsát ki, és megfelelő energiájú foton jelen esetben a zöld fényt adja. Tehát ebben a kísérletben a zöld láng az tulajdonképpen az bornak a lángfestése.